Sziasztok, Marika vagyok. Kim vagyok. Nézem ezeket a csigákat, pusztítom el őket. Tudjátok, a spanyol csiga, aztán mesztelen csigát. Itt vagyok körbe a máknál. Hát ne tudjátok meg, már ki vagyok idegileg. Nézzétek meg, itt a mák. Ugye a salátát már nem esszük, mert már magzik föl, de mondtam a papának, hagyjuk itt, mert ugye a csigák legalább ide jönnek, ezt nagyon szeretik, aztán akkor itt el tudom őket kapkodni. Na, most nézzétek meg, ott a máknak a töve, ez körülbelül 1 méter magas, 1 méter magasan ott a csigusz. Na, most mit szóltok? Az ott egy csiga, én még valahol is láttam, még valahol láttam. Ott van né. Ott is egy, itt lóg, ott lóg. De még volt ott fönt, nézzétek meg, ott van. Ez már én nekem 1,40. Aztán még ki tudja. Hát a fölmegy egészen a tetejéig, csak reggelre nem egy. Mit tudom én. Az ott a virág. Ja. Úgyhogy megőrítik az embert, komolyan mondom, komolyan. Teljesen kiidegelnek. Én minden nap jövök, oda nézzetek, oda van a levélbe. Ott a levélbe. Ott van bent. Ott ül. De mit csinál az itt? Hát látom, hogy nem is eszi. Vagy eszi? Hát ott mostan pihen. Hát őrület. Úgyhogy este is kijöttem, 9:30-kor mentem be. Tegnapi napon 533 darabot pusztítottam el. És én nem tudom, ugye a szomszédben kicsit nagyobb a fű, jobban tudnak ott szaporodni, meg hát ők nem is gyilkolásszak őket, de én jövök, ha esik az eső, ilyen vizes idő van, akkor jövök. Úgyhogy én nem tudom, mondjatok valami módszert. Már gondoltam rá, hogy veszek ilyen igen hegyes, mi az ilyen rajszeg, és akkor valamiben beleszurkolom, és akkor ide, mikor ilyen esős idő van, lerakom, akár itt és alá, hogy legalább a szomszédtól ne tudja jönni, mert ugye, ha rámegy arra a tüskére, az biztos, hogy akkor vége lenne neki. A són sem megy át, ott se tud átjönni, itt leszoktuk sózni itt a kerítés alatt, de ugye máshol nem sózzuk, mert ugye most itt jó van, ott van, de jövőre lehet, hogy itt valami vetemény lesz. Rengeteg van a hagymánk, az teljesen tönkrement az idén, most egy rozvetőmag volt, vagy nem tudom mi. Így még soha életünkben nem jártunk ez a 47 év alatt, mert szinte minden évben volt nekünk, mert még mikor Szombathelyen laktunk is volt kertünk, de szerintem azért meg fog nőni, de tegnap is biztos, hogy ezen 50 darab biztos volt a hagyma szárán. Hát azt mondjuk nem a csiga tette tönkre, hanem a sok eső, meg a hirtelen meleg, ugye valami peroszpor, vagy ki tudja mi az. Na, ha van valami jó ötletetek, de nem mustármagot mondjatok, mert nem is tudom, Beata, te voltál, vagy melyitek, mondta a mustármagot. Képzeljétek el, mindjárt mutatom. Közben felnéztem az égre, hallom a repülőt, nézzétek milyen érdekes. 2 repülő egymás mellett, vagyis hát egymás fölött, mert ugye egyik följebb lehetett. Nem egyforma. Ott is megy egy. Ott a napocska. Szépek a felhők. Na, halljátok, megyek, mutatom, amit ígértem. Na, a lényeg az, hogy szórtam ki mustármagot. Mutatom, le van mustármagozva a föld, ott kell, úgy néz ki, mint a retek lenne, ott kell a mustármag. És képzeljétek el, kikelt 3 nap alatt. 3 nap alatt. De azt nem is eszi a csiga. Na, hát ezt majd innen kikapáljuk, ám nézzétek meg. Ott kell a mustármag. Úgyhogy én nekem többet ilyet ne ajánljatok, mert amilyen hülye vagyok, kipróbálom. Most itt nézzétek meg már, hogy a padlizsához rengeteget ültettem. És vetettem. Jajtok, ezt az ollót bele szoktam dugni a földbe. És akkor ugye a sáros lesz, és akkor a csiga bőr bele szegénynek lejön.
Már különben nem. Na, itt a padlizsán, oda nézzetek. Ez mind mustármag. Nehogy utánozzátok az ilyen hülyességeket. Jó, van nálunk, nem gond, mert én kikapálom meg a papa. De hát mondom, mi anyavaját betettem ide? Akkor jöttem rá, hogy mustármag. Idegileg ki vagyok. Ezektől a csigáktól. Mit mondtam? 75 vagy 73? Eddig. Jóval legyen 75, biztos valamit nem számoltam. Mint 75 lenne. Megették ugye a zöld babomat is, ott nincs. Akkor a céklát is megették. És a zuborkát meg palántolnom kellett, mert az is kibújt, ezt megették. Úgyhogy ez a videó csak ilyen rövid lett. Majd hétfőn jövök Kártivel. Aztán ottan majd még mondok mást is. De mondom, ezt elmondom most így külön videóban, hogy legyen ma is videó. Mert különben hátha hiányoltok. Így mondjatok ötleteket, akiknél valami bevál, de ne ezt a fonalférgát, vagy mi a nyavaját, azt nem próbálnám ki. Meg hát nem is tudom, mi lenne más módszer. Nem tudom. Sózni nem akarnék, semmiképpen a rizgálicot se akarnám, mert azt is ajánlotta valamelyitek. De ugye nekünk nem jó, mert ahol most út van, jövőre nem út lesz. Ugye mi nem ágyásokat csinálunk, hanem megyünk itt mindenen keresztül át. De hagyunk, mint olyan sárgalépa, meg a hagyma között azért hagyunk nagyobb távot, hogy utá tudjunk menni, meg ne boruljanak egymásra. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Úgyhogy nem tudom, ti hogyan oldjátok meg, de én jövök ki, a 9:30 után értem be. Este sötétben itt mászkálok. Egyszer csak valami megijeszteni, ezt a halálra rémülnék, azt többet nem láttuk tőlem videót. De én már idegileg oda vagyok ettől a sok csigától, már mindenemet megesznek. Úgyhogy ennyi. Fokhagymát nem bántják. Mondtam a húgomnak, fokhagymát nem bántják. Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Azt mondja, akkor jövőre csak fokhagymát ütetünk. Jó, igazából. Na, nézzük meg még a felhőket, azt elbúcsúzok tőle. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, majd még holnap jövök egy süteményes videóval. Sziasztok! Adjatok ötleteket, de nem mustármagot.